Hello, itt Dusty! Többen kérdeztétek már, hogy mi a véleményem a nem japán szinkronos animékről, és néha adtam egy rövid választ, de most szeretném egy kicsit részletesebben is kifejteni, hogy mi a véleményem és az álláspontom a dologról. Azok a szinkronhangok, amikkel huzamosabb ideig is kapcsolatba kerültem, azok a magyar, német és angol, szóval ezekkel vannak tapasztalataim. De mielőtt részletesebben belemennék ebbe az egészbe, azért tisztázzuk a legnyilvánvalóbb előnyét ennek az egész szinkronos témának. Azt, hogy baromira nem kell olvasni azokat a nyavajás feliratokat, amit néha nem is tudunk elolvasni, hanem meg kell állítani az animét, vagy vissza kell tekerni, és itt totáki szakít minket az élményből, legalábbis engem igen. És ha már itt tartunk, akkor már meg is van az elsőleges szempont, amiért én szinkronos animéket nézek, hogy ne kelljen feliratot olvasni, hanem a képi világot teljesen tudjam élvezni a hangvilággal együtt. Amit természetesen a japán szinkronokkal is élvezek, de most nem ez a lényeg. Kezdjük azzal a nyelvvel, ami hozzánk a legközelebb áll, a magyarral. És hát azt kell mondanom, hogy nem a magyar volt a legjobb. Az a probléma a magyar szinkronstábbal, hogy eléggé kiöregedtek, és a magyarokon nagyon, tehát a magyarok hangján nagyon lehet hallani azt, hogyha már kicsit idősebbek, és a fiatalabbaknak nem igazán tudnak, már mint a fiatalabb karakterek, nem igazán tudnak hiteles hangot adni, hogy tényleg olyan korúak. Tehát úgy általánosságban nem igazán nyűgöztek le, de olyan nagyon-nagyon rosszak se voltak, mert így egyénileg, hogyha kiszúrok egy-egy szereplőt, azért voltak elég jó szinkronok is. Tehát akik el látni, hogy legalább próbálták beleélni magukat a szerepbe, és nem úgy volt, hogy csak így olvasták a mondatokat, hanem volt bennük valami érzelem, tehát hitelesek tudtak lenni. Na, a német szinkronok azok viszont jelentősen jobbak voltak. Itt főleg a Detektív Conanre gondoltam, mert azt néztem, hát úgy az elmúlt egy évben jó pár részt, ugye német szinkronnal, és gyerekkoromban is nagyon sokat láttam tévében, szóval ezzel kapcsolatban a legtöbb tapasztalatom. És azt kell mondjam, hogy az nagyjából az egész szereplőstábnak nagyon jó szinkron hangja van is, elég hitelesen. Az angol szinkronok viszont sajnos elég változóak, és abban a második legtöbb a japánon kívül, szóval ez lenne a legfontosabb. Igaz, amik mostanában jönnek ki, angol szinkronok így frissen, az elmúlt egy-két évben, azoknak a nagy része egész jó, és azért visszamenőleg is van jó pár jó. Mondjuk nem olyan német Detektív Conan szintű mondjuk, de szerintem egész jók. De pontosan mennyire jó ez az egész jó? Tehát hogyha csak egész jó, a japán meg teljesen jó, akkor továbbra is miért nézek mondjuk angol szinkronnal? Ugye azon az egyértelmű okon kívül, hogy nem kell szöveget olvasnom. Az egész jó alatt nagyjából azt értem, hogy van néhány hang, ami kicsit kiragadja az egésznek az élményét, tehát így megbontja az egésznek a folyamatosságát, az egyébként jó szinkronoknak, de úgy általánosában mindenkinek jó hangja van. Tehát illik hozzá, át tudja adni a karaktert, akár még jobban is, mint a japán, tehát mit tudom én, tudok olyan példát mondani, hogy szerintem egy karakternek az angol szinkronja nekem szimpatikusabb, mint a japán. Főleg a Neptunia karakterekre tudok gondolni általánosságban. Most jelenleg nézem a Neptunia animét, meg játszottam már ugye az első 3 játékkal is, és azt kell mondanom, hogy az angol szinkronok azok jóval szimpatikusabbak, mint a japánok. Na ezt mondjuk kevés animénél tudom elmondani, hogy egyértelműen sokkal jobban tetszenek az angol szinkronok, de olyan viszont elég szép számmal van, hogy azt tudom mondani, hogy nekem mind a kettő egyformán tetszett. A Neptuniában most kiragadok példaképpen egy karaktert, Neptunt, akiről ugye azt kell tudni, hogy egy kicsit cinikus, játékos, kicsit önző és elég lusta karakter. És szerintem az angol hang ezt sokkal jobban előadja, sokkal színesebb hangvilággal, és sokkal erősebb karaktert ad neki. Na igaz, hogy a lokalizálásnál Neptun egy kicsit elcsúszott a még cinikusabb irányba, tehát az angol Neptun az egy kicsit máshogy beszél és viselkedik, mint a japán Neptun, de úgy az egészen nem torzít, tehát nem annyit torzít, hogy totál más legyen belőle, egyébként erre majd külön ki fogok térni, mert van, aki például ezért nem néz szinkronos animét, mert olyan fordítók nagyon sokat torzítanak, de szerintem értek a lényeget, tehát az egésznek igazából az a lényege, hogy ez egyénfüggő, mindenkinek más a jó, mindenki más preferál, mindenki más tolerál, tehát például valakinek ez kevés, ez egy gyenge szinkronstáb, mondjuk a japánhoz képest. Nekem meg például jó. És ha már eredeti, akkor térjünk is rá, hogy miért nem néznek sokan szinkronos animéket. Az első ok, amit a leggyakrabban hallani, hogy mert nem eredeti. Mert a aki kijelölte a szinkron színészeket az adott karakterekhez, az nem így képzelte el, tehát ő ezt álmodta meg, és ennek így kell lennie, ez a szentírás, mert hogyha nem ő szinkronizálja azt a karaktert, akkor borul az egész is, és nem eredeti, nem originál. Itt szoktam általában mondani egy vitát, hogy akkor minek nézel tévét, miért akarsz szinkronos sorozatokat nézni? Ugyanaz. Az animékre azok miért kivétel? Ugyanúgy van sorozatokhoz is felirat, ennyi erővel. Nyilván ez nem mindenkire vonatkozik, ez csak egy általános ellenérv. Aztán ott van például a legmeggyőzőbb érv az, hogy az angol szinkronok azok nem olyan jók általánosságban, mint a japán szinkronok. És hogyha teljesen általánosságban nézem, tehát nem egy-egy animét kiszemelgetek, akkor azt tudom mondani, hogy ez sajnos igaz. Azért a két országban ugye máshogy beszélnek az emberek, más hangszíneik vannak az embereknek, úgyhogy még lehet, hogyha akarnák, sem tudnának egy olyan hangszínt mondjuk kiadni magukból az angol szinkronszínészek, mint a japánok. De ha a hangszíneket félre is teszünk, akkor azt kell mondanom, hogy a japánok azért tényleg jobbak általánosságban. De én továbbra is tartom magam ahhoz, hogyha ki kellene szemeznem egy-egy animét, akkor azt tudnám azokra az animékre mondani, hogy bizony a szinkronok azok szerintem vannak olyan jók, mint az eredeti japán. És ugye, mint mondtam, bizonyos esetekben jobbak, de ez totál szubjektív. A következő az, hogy eleve nem is adnak az egésznek esélyt. Tehát ugye mit tudom én, olvassák valahol, hallják valahol, hogy az angol szinkronok szörnyű, el kell őket égretni mágiára vele, istenkáromlás, az originál japán a legjobb, és akkor nem is adok nekik abszolút esélyt. Pedig azért lehet, hogy jó lenne, hogyha nem kell azokat a nyavajás feliratokat olvasni, hanem tudnám élvezni 100%-osan a képi világot például. Hát ezzel kapcsolatban csak mit tudnám a varázslatos iskola buszból idézni. Kockáztassatok, tévedjetek és legyetek mazatosak, nem biztos, hogy jó sorrendben mondtam, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ne feltétlenül hallgassatok másokra, hanem azért ti is próbáljátok meg magatok megnézni ezeket a dolgokat és megbizonyosodni róla, mert lehet, hogy nektek nem lesz az ugyanaz a véleményetek, mint másoknak. És akkor ott van még egy dolog, amire felszoktam figyelni, az, hogy megnézzek egy vagy maximum két szinkronos animét, és tegyük fel, hogy tényleg rosszak, de azok alapján már elítélik az összes többit. Hát, lehet, hogy nem kellene, de azért meg tudom érteni, hogy valamennyire elmegy a kedvük az emberkéknek ezektől a szinkrontól egy-két rossz élmény alapján is akár. Na igen, van még egy dolog, amit majdnem elfelejtettem, pedig ez az egyik legérdekesebb. Az, hogy a fordítók, azok nagyon-nagyon sokat torzítanak. Na azért vegyük figyelembe, hogy torzítás és torzítás között is van különbség, és vannak olyan japán mondatok, amiket egyszerűen lehetetlen lefordítani egy-egy adott nyelvre. És kénytelenek vagyunk valahogy másítani. De én azt mondom, hogy amíg a lényege ugyanaz, amíg nincs lényeges ténytorzítás, addig szerintem ezzel a dologgal nem kell foglalkozni. Ugye kétféle fordítás van a hagyományos fordítás, meg a lokalizálás, és általában lokalizálják a dolgokat, ami azt jelenti, hogy kicsit jobban honosítják. Tehát a japán kultúrát azt egy kicsit megcsonkítják a szövegkörnyezetből, ami lehet baj, és egyeseknek nagyon nagy baj, ezt meg is tudom érteni. Aztán egy kicsit hozzácsapnak a saját kultúrájukból, hogy egy kicsit érthetőbbek legyenek például a poénok, vagy mit tudom én. Ez is csak egy példa volt. Meg van a fordítás, ami hagyományosabb, tehát úgy nagyjából a dolgok nagy részét meghagyják. Legfeljebb külön feliratokban megmagyarázzák, hogy mit tudom én, mi az a bentó, meg stb. Na de egy szó mint száz, nagyon sokan vannak olyanok, akik egyszerűen nem hajlandóak ezért vagy azért angol, vagy akármilyen szinkronos animét nézni japánon kívül. És mint mondtam is, sokan nem pusztán előítélet, vagy csak azért, mert szentírás, azért nem nézek angol szinkronokat, hanem azért vannak elég nyomós érvek is. Szóval a szinkronosok se ítéljék el az originál japán szinkron nézőket, mert azért lehet, hogy megvan rá az okuk. És ez fordítva is igaz. Nem kell rögtön leszólni az angol szinkron nézőket csak azért, mert nem eredeti. Vagy egyéb ilyen buta okok miatt. Ugye mind mások vagyunk, mást kedvelünk, és nem kell leszólni a másikat csak azért, mert én azt szeretem. Te meg nem. Na, elérkeztünk a videó végéhez, de mielőtt búcsúznék, azért feltenném azt a kérdést, hogy nektek vannak-e olyan nem japán szinkronos animék, amiket láttatok, és tetszett az az adott nyelv, amin néztétek. Tehát mit tudom én, nekem tetszett a német szinkronos Detektív Conan, és akár jobban is tetszett, mint az eredeti japán. Szokás szerint köszönöm a figyelmet, a következő videóig pedig sziasztok!